A forróság ellenére is szép számmal jelentek meg a művelődési ház udvarán a nagyecsediek. Orvosok és szakasszisztensek fogadták őket, akik a jelentkezők egészségi állapotát mérték fel 3 szűrőbuszban. A helyiek örültek annak, hogy ilyen részletes szűrésen vehettek részt, hiszen az elmúlt másfél évben alig akadt olyan időszak, amikor teljes körű vizsgálaton eshettek át kórházi feltételek mellett. Mivel beköszöntött a pandémia, sajnos minden időpontomat törölték a rendszerből a doktorok, és szerettem volna minél előbb újra megvizsgáltatni magam, mivel fontosnak tartom az egészségemet. Aztán ez egy remek lehetőség szerintem, hogy egy helyszínen ennyi mindent megvizsgálnak egy emberen. Szükség is van a folyamatos szűrésre, a magyarok általános egészségi állapota ugyanis még mindig nem kielégítő. Dr. Súrján Orsoly, a helyettes országos tiszti főorvos elmondta, nagyon sokan vesztik életüket szív- és érrendszeri betegségekben és rákban. A kihelyezett szűrőbuszok ezek felismerésében nyújtanak segítséget. Egy jó részét korai diagnózissal időben felfedezve kezelni lehet, egy másik részét pedig eleve meg lehet előzni az egészséges életmóddal. Ha helybe visszük a szűrővizsgálatokat programnak, a lényege az az, hogy minél közelebb jutassuk a lakossághoz a vizsgálatokat, hogy azokon a településeken, akik a közlekedési adottságok miatt nehezen elérhetőek számukra a vizsgálatokat, ezeket helybe tudjuk vinni, hogy tényleg csak pár lépést tegyenek az egészségükért. Egy nap egy helyszínen körülbelül 100 fő teljes körű kivizsgálására van lehetőség. Azokon a településeken, ahol ennél többen jelentkeznek, több napig maradnak a szűrőbuszok. Ilyen hely Nagyecsed is, ahol hétfőn és kedden több mint 20 szakember dolgozott folyamatosan. Minden településen elvégezzük az általános állapotfelmérést, és tanácsadást is adunk a lakosoknak. Tehát a kiírt ki eredménye alapján tudunk életmódbeli tanácsokat is adni. Testösszetétel, analízist végzünk, vércukor, koleszterin szintmérés, vérnyomásmérés, bokakarindex mérés, EKG vizsgálatot. Akinek úgy gondolja a kardiológus, hogy szüksége van rá, annak a kardiológiai vizsgálata, sőt adott esetben szív-ultrahang vizsgálat is történhet a helyszínen. Jó, most a nyelvcsúcsra meg kellene érinteni a szájadat, és ki kéne nyitni a száját, és én ezt befogottam. Az elmúlt 3 évben összesen több mint 5000 személyt vizsgáltak már meg a kihelyezett szűrőbuszokban. A páciensek 40%-ánál találtak olyan elváltozást, ami további vizsgálatokat vagy gondozásba vételt igényelt. Idén 14 megye 62 településére látogatnak még el a szűrőbuszok a következő 2,5 hónapban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több helyen végeznek még vizsgálatokat a nyár folyamán.